Itt a Rákóczi és a Táncsics utca sarkán a II. Világháborús emlékmű szomszédságában kerül majd felállításra a németek elhurcolásának emlékére felállítandó szobor. A tervek szerint még a tél beállta előtt helyére kerül az alkotás, Szatmári Juhos László szobrászművész keze munkája. A szobor felállításának apropóját az az évforduló adja, mely szerint 75 esztendővel ezelőtt kezdődött meg a németség kitelepítése. Bonyhádon csak egy emléktábla van, ami a kitelepítésre emlékezteti a bonyhádiakat és a bonyhád környékieket. Ezért már régenben gondoltunk arra, hogy jó lenne egy emlékművet is felállítani. És most jött egy olyan lehetőség, mégpedig az, hogy Bonyhádon lesz az országos előzetés és kitelepítésnek az emléknapja január 19-én, ugyanis ekkor emlékezünk meg, hogy 75 éve kezdődött meg Magyarországon a kitelepítés. És azért január 19, mert ezen a napon indult el Budaörsről a budaörsiek kitelepítése, ott a lakosok 90%-át vitték el, körülbelül 7000 embert. 2012-ben az országgyűlés határozatot hozott, amivel ezt a napot országos emléknappá nyilvánította. Minden évben van megemlékezés, hol az északi, hol a déli régióban. 2021-ben Bonyhád lesz az országos ünnepség helyszíne. Mivel Tolna megye nagyban érintett volt a kitelepítésben, és a legelső ebből Bonyhád és környéke, hisz Bonyhádról több mint 3000 embert telepítettek ki, ezért felvetődött az ötlet, hogy jó lenne, hogyha Bonyhádon tudnánk megemlékezni. Viszont nem volt emlékművünk, és így jött az, hogy jó lenne tehát méltóképpen megemlékezni, és így a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint a megyei önkormányzat és a bonyhádi németek összefogtak ahhoz, hogy ez meg is valósuljon. Bonyhádváros a helyet biztosította a szobornak, és a városnak is a pozitív hozzáállását kellett adnia. Bonyhádváros képviselőtestülete legutóbbi ülésén tűzte napirendjére a szoborállítás kérdését, és egyhangú szavazással álltak az ügy mellé. Volt Bonyhádon egy 4-tagú zsűri, ebből 3 szobrászművész volt. Megmutattuk neki a terveket és a makettet is, és el kell mondjam, hogy a zsűrinek is nagyon tetszett. Voltak észrevételeik, amiket mondták, hogy fogadjunk esetleg el, hogyha úgy gondoljuk, de ez nem törvényszerű, de mi úgy határoztunk, hogy elfogadjuk a javaslataikat, és néhány dologban változás történt. Amikor itt az épületben, a polgármesteri hivatalban voltak, akkor volt egy olyan észrevétel is, hogy esetleg a kapu az maradjon el, vagy pedig, hogyha nem marad el, akkor a lepel másképp álljon rajta. És mi szeretnénk, ha a kapu megmaradna, ehhez ragaszkodunk, viszont a lepel az másképp fog rajta állni. Nekem a szobornál a kapu, nem csak a kapu, hanem maga ez a felépítmény egy templomtorzót szimbolizál, ugyanis Tolna megyében van a legtöbb evangélikus, vagy volt a legtöbb evangélikus, és őket nagy részben kitelepítették, és így vannak olyan falvak, ahol a templom hívő nélkül maradt, olyan falvak is vannak, ahol a templomot már lebontották, és nekem ez azt szimbolizálja. Persze egy szobornál biztos, hogy lesz olyan, akinek nem tetszik, hisz nem vagyunk egyformák, mindenkinek más az ízlése, de én nagyon örülök annak, hogy a mieink közül ezt mindenki elfogadta, és maximálisan mögé áll. A szobor készülése lehető legrövidebb időn belül elfoglalja majd helyét a parkban. Megelőzendő a téli felállítás nehézségeit, hogy aztán jövő januárban az országos ünnepség kezdetekor kerülhessen le róla a lepel, és legyen méltó emlékhelye mindazoknak a németeknek, akiket kíméletlenül elüldöztek saját hazájukból.